Ezek a felvételek 2019-ben készültek Pakson a Hidegvölgy utcában. A hirtelen jött vihar miatt valóságos sárlavina hömpölygött végig az utcán, a kerítést tartó oszlopok sem bírták annak az erejét. Akkor két nap alatt 50 mm eső esett, a csapadékvíz elvezetésére szolgáló záportározó zsilipje pedig nyitva volt, ezért történhetett az áradás. Az önkormányzat képviselőtestülete 2022 tavaszán úgy határozott, hogy térfigyelő kamera rendszert telepít a záportározó mellé annak érdekében, hogy ilyen többé ne fordulhasson elő, mondja Pálmai Klára, a körzet önkormányzati képviselője. Az a lényege, hogy a záportározónak a zsilipje, amikor jön egy nagy eső, zárva tartson, zárva legyen, hogy itt tartsa a vizet. Amikor elmúlt a vihar, akkor ki kell nyitni, és akkor le lehet engedni a felesleges itt tárolt vizet. Na most itt, hogy ne lehessen idegenkezűség, tehát hozzá nem értő ember ne tudja szabadon elzárni, kinyitni, amikor, ahogy neki tetszik, vagy esetleg az érdeke úgy kívánja, ezért felszereltettünk egy térfigyelő kamerát. A beruházás 1 200 000 forintba került. A lakosság és a település ezen részének védelme érdekében a közeljövőben fejlesztésekre szükség van, tette hozzá az önkormányzati képviselő. A 98-as, illetve a 100-as háznál van egy ilyen oldalvízlevezető tervezés, ezt az idén még nem tudtuk megvalósítani, jó lenne, hogyha ezeket is még a jövőben, ugye minden pénzkérdés, meg tudnánk valósítani, hiszen ez egy nagyon veszélyeztetett környék. Sajnos az időjárás olyan szinten megváltozott, hogy aszály van, és utána pedig özönvízszerű esőzések, hirtelen lezuduló csapadékvizek vannak, ezeket kezelnünk kell. Pálmai Klára szerint a felszín alatti csapadékvíz elvezetés lenne a fő megoldás. A Hidegvölgy utca akkor kiszélesedhetne és gördülékenyebbé válna a közlekedés. Ez azonban egyelőre csak terv szintjén áll.